Az idei kemény téli időjárás, a mínusz 15, mínusz 20 fok alatti hideg idők alaposan próbára tették az áttelelő növényeinket, így van ez a repcével is. Hogy bírták a telet a repcék itt Dalmandon? Én azt gondolom, most már kijelenthetem, hogy jól. Jól, várakozásunknak megfelelően jól, bíztunk benne, hogy bírni fogja. Ilyen extrém hideget, tartós hideget, én nem emlékszem rá, hogy lett volna. Konkrét számaink vannak, a januári átlaghőmérséklet az mínusz 5,1 fok volt, ami az elmúlt 20 évben nem volt ennyire alacsony itt a mi térségünkben. Ez ugye jelenti azt, hogy napokig mínusz 15, mínusz 16 fokos, mínusz 17 fokos hőmérséklet is volt, a legalacsonyabb hőmérséklet, és hát ez bennünk is azt a félelmet keltette, hogy bajok lesznek a repcéinkkel. Hál' Istennek még egyszer mondhatom, hogy nagyon jól bírták, nagyon jól viselték, és most már mondhatjuk, hogy egy szép repce állomány közepén állhatunk. Önök szakemberek mindig elmondják azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy a repce milyen fejlettségi állapotban megy bele a télbe. Pontosan én is úgy gondolom, hogy ez a lényege, hogyha ha időben el tudjuk vetni, és egy időben elvetést, azt mindig, ahogy tanítják is, ez a szeptember eleje, augusztus vége, szeptember elejé vetésről beszélek. És itt is egy klasszikus tanulmányaink alapján egy 3x10-es számot, ha idézek. Tehát a 10 mm-es gyökérnyak, 10 levél, 10 centi hosszú gyökérrel, hogyha úgy tudjuk belevinni a télbe a repcénket, és persze megteszünk mindent, egy regulátorozásról beszélhetünk, akkor azt gondolom, hogy most már mondhatjuk, hogy nem kell félnünk. A mostani hibridektől nem kell tartanunk, hogy baj lesz velük. Önök változtattak a vetésen is, nem ugyanúgy vetik, mint korábban a repcét. Milyen megfontolásból? Kísérleteink voltak, nagyüzemi kísérleteket állítottunk be. Nem csak gabona vetőgéppel vetünk repcét, hanem kipróbáltuk a 75 centis sortávolságot és a 45 centis sortávolságot is. Ez ugye meghatározza azt, hogy szemenként próbáljuk vetni a repcét, míg a hagyományos gabona vetőgéppel ugye sorba szórva vetjük, itt tényleg szemenként és alacsonyabb csigraszámmal, mint a szokás. És mint az ajánlás, mert azért a hibrid tulajdonosok nem ilyen ajánlást adnak, mint amivel mi vetjük ezeket a hibrideket. Végül is mennyivel vetik őket? Amit gabona vetőgéppel vetünk, az 350 ezer csíra hektáronként, annak ellenére, hogy 500 és 550 ezeret ajánlanak. Amit viszont szemenként vetőgéppel, tehát sorba vetünk, azoknál repcéknek meg 250 ezer csírát szeretnénk elérni, 250 és 270 ezer csírát vetünk ki. Tavaly milyen eredményt hozott ez a vetés technológia? A szemenként vetőgéppel vetett repce nagyüzemi kísérletbe a kontrollhoz képest, tehát a gabona vetőgépes vetéshez képest, hát ott egy fél tonnával többet hozott, az egy fantasztikus szám, fantasztikus eredmény. Minden nyűgével, tehát azért aki ezt ismeri és tudja, egy szemenként vetőgéppel lassabban lehet menni, lassabban haladni, sokkal nagyobb terület teljesítménye van egy gabona vetőgépnek, viszont a biztonsága is magasabb, egy szemenként vetőgéppel sokkal inkább tudjuk pozícionálni egy vizes, nedves talajba, hogyha egy szeptemberi vetésről beszélünk, akkor azért tudjuk, hogy akkor nem ritkák a nagy melegek, és mindenképpen a 3 centis vetés mélységbe egy vizes talajba tudjuk tenni a repcét, és ebből van egy fantasztikus egyenletes kelés, ami meghatározhat mindent, és egy jó kikelt állomány, akár minden szem kikel. Igaz, hogy még sokat alszik kint a repce, míg be nem takarítják, de azért látható már ezeken a táblákon, hogy bizony az a 4-5 tonna, mintha benne lenne. Én remélem, én örülök neki, hogy így látja, nagyon remélem, hogy simán benne van. A 4 tonnát azt most már, azt már tudni kell. Az 5 tonnát tavaly, hál' Istennek, meg is haladtuk. Így, mikor valamit meghaladunk, akkor mindig följebb tesszük a lécet, úgyhogy bízom benne, hogy ha minden összeáll, és tényleg sokat alszik még kint, de hogyha minden összeáll, akkor azt a tavaly 5 tonnát, vagy 5 tonna fölötti eredményt, azt még meg tudjuk fejelni az idén. Az őszi kalászosok, azok miképpen vészelték át ezt a nagy hideget? Úgy gondolom, hogy az őszi kalászosok esetében sem lehet panaszra okunk. Amelyik kalászos gabona időben, itt is az időben nem van a hangsúly, időben földbe került, az én azt gondolom, hogy teljesen jól vészelt át, teljesen jól telelt át. Amit meg
későn vetettünk. Ugye jó a mondás, hogy a búza a hó alatt is ki kell. Most itt nem a hó alatt kelt ki, de szépen szögbe maradt. Féltünk, tartottunk tőle, de a mostani jó idő megtette a hatását, és nagyon jól meghúzta. Nem várunk tőle magas termést, amik később lettek elvetve, ezek a november elejei vetések, de nem lesz velük baj. Nagyon jól bírta ezt a nagy kemény telet a hibrid árpa. Gyönyörű a határ, gyönyörű a tábla. Igen, én is így gondolom, hogy fantasztikus. Azért is fantasztikus ez a hibrid árpa, ahol vagyunk éppen. Ez 3 centire kell vetni. Tehát a technológiája azt mutatja, hogy 3 centi mélyre kell bevetni, viszont szeptember vége, október eleje, ez is el lett vetve, szeptember 1-én elvetettük ezt a területet. Nagyon jó megerősödött, nagyon jó gyökerezett, ezért is kell viszonylag korán vetni. És hát azt hiszem, hogy ennek is köszönhető, hogy egy jó állomány ment bele a télbe. Nem beszélhetünk 1%-ról, ami kifagyás volt benne. Szerintem nincs 1%-os kifagyás, amit kollégáimmal kerestünk benne fagyási tüneteket, viszont nagyon jó bokrosodott, fantasztikus tőállománya van, gyönyörű. Én is azt gondolom, hogy nagyon szép. Mennyi van ebbe benne? Majd betakarításkor megmondom, nem tudom. Nagy termést várunk tőle. A normál árpáink is szépek, nagyon szépek, nagyon biztatóak, reményt adóak. Ott is tudunk 8-8 tonna fölötti termésmennyiséget. Azért próbáltuk ki a hibrid árpát, mert ebben még nagyobb reménységek vannak. Ugye takarmányt saját részre állítunk elő a saját állattenyésztésünk számára, ezért mindenképpen kell a produktum, a nagy termés. Én megkockáztatnék nagyobb számot, de nem, inkább nem merek mondani, mert elkiabálom.